Hogy tetszett a rendezvény? Nagyon tetszett a rendezvény, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy jöttem. Nagyon jó, hogy néha napján azért így össze tudunk így jönni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem lesz újabb kérdés. Hogy tetszett a rendezvény? Nagyon jól éreztem magam, fantasztikusan összehoztátok. Szuper! Hogy tetszett a rendezvény? Nagyon tetszett. Jól éreztem magam, szuper volt. Emlékszel olyan rendezvényre az utóbbi időben, amin ennyien voltak? Magyarország? Nem nagyon. Szerinted mennyien voltunk? 50. És hány helikopter? 50. Hány éve is vagy te a modellezésben? Minimum 20. 4. 1998 tavaszán kezdtem. Azt hiszem, mindenki ismert téged a helikoptereidről, a Coaxról, vagy az InterMachine helikopterről. Hogy jönnek ezek a gondolatok, hogy te ilyet akarsz építeni? Mindenféleképpen különleges helikoptert szeretnék építeni és repülni. És ez egy kihívás. Mi a következő projekt? Az egy tandem. Csinok alapokon? Csinok alapokon, illetve ő neki a kis tesója, a Vertor. Mekkora lesz a méret arány nagyságrendileg? Egy 10-12 között, pontosan nem tudom. Mikorra várhatjuk? Néhány hét. Kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves Gábor, hogy tetszett a rendezvény? Hát szuper volt. Korán jöttünk, megcsináltuk a szallagozást, elkezdtek szivárogni a srácok, hozták a heliket, a cuccot, a felszerelést, az idő szuper, ahogy szokták mondani, very happy, very nice. Emlékszel te olyan rendezvényre itt Magyarországon, ahol ennyien voltak, mint itt? Hát nem, megmondom őszintén. Pedig voltam Halásztelken is, a Hollywoodon, de itt most szerintem az ország minden pontjáról eljöttek. Te szervezted ezt a rendezvényt alapvetően. Elégedett vagy vele? Teljes mértékben elégedett vagyok vele. Nem egyedül rendeztem ezt a rendezvényt, ezt egy kedves barátunk segítségével rendeztük végül is közösen. Igazából ez egy ilyen kis baráti összejövetelnek indult, amit egy rendezvényé kovácsoltunk így együtt, és így hát végül is ketten, tehát Csabi barátommal hoztuk össze ezt az egészet. Szerinted hány pilóta volt a rendezvényen? Nem tudom, csak satszolni tudnék. Szerintem pilóta 20, talán, nem tudom. És helikopter? Hát a helikopter az sok, az szép volt, az nagyon szép volt, sok helikopter volt. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a rendezvényt megcsináljátok? Általában, amikor ilyen nyaralási szezon van, vagy ugye hát többünknek szabad napja van, van időnk, szeretünk összejönni és együtt repülni. Mindig is probléma volt ugye a helyszínválasztás, és ez így itt az ország közepén egy jó ötletnek tűnt, hogy talán egy kicsit összébb tudja hozni ez a társaságot, hogy mindenki könnyebben ide tud jutni, és amint látjuk, tehát végül is az ország minden szegletéből érkezett hozzánk valaki. Úgyhogy ez talán így egy jó döntés volt ebből a szempontból.